Sziasztok, Kitti vagyok, és a mai sportos epizódunkban egy kicsit trambulinos, ugrálós, de nagyon izzasztó edzést fogok kipróbálni. Ez nem más, mint a world jumping. Itt is vagyunk a teremben Zsiga Rebekával, aki a mai edzőm lesz. Rebeka, mesélsz egy kicsit erről az egész world jumpingról, hogy ez egy... Mi ez a sport igazából, kiknek ajánlod, mennyi kalóriát fogok elégetni? Igen, természetesen. Szóval maga a world jumping az eredetileg egy rehabilitációs edzésformának lett kialakítva. Ez főleg kórházakban sérülések kezelésére használták. Ezután alakult át egy edzetemi edzésformává. És igazából az a lényeg, hogy ez olyan, mint egy aerobik óra. Aha. Az a különbség, hogy nem a földön történik a mozgás, hanem egy trambulinon. Amit látom, nagyon izgatott vagyok miatt, utoljára nem tudom, 12 évesen trambulinoztam, igen, de akkor imádtam. Igen. Na és pont ezért is egyébként, ezért szeretik nagyon az emberek, teljesen mindegy, hogy fiatalkorúak, középkorúak vagy idősebbek, mert hogy visszaadja ezt a gyermekkori feelinget, ezt az érzést. És egyébként az a lényege magának a trambulinnak, hogy nem fém rugó, hanem gumikötél tartja magát az anyagot, amin ugrálunk. Emiatt rendkívül kíméri az ízületeket, tehát mind a térdízület, mind a bokaízület, csípőízületre abszolút nincs káros hatással. És még így a mozgásnak a dinamikáját is egy kicsit jobban felerősíti, illetve van rajta egy karfa. Igen, azt néztem, hogy legalább van egy kis kapaszkodó. Igen, ez pedig azért jó, mert azoknak is, akik nem olyan bátrak és esetleg nem olyan stabilak, vagy maga az egyensúlyérzék nem olyan biztos, nekik sem kell félni, mert van egy kapaszkodó. Miket fogunk ma csinálni? Tehát milyen gyakorlatokon megyünk végig? Egy kezdetben egy kicsit bemelegítünk, aztán lesz egy dinamikusabb rész, lesz egy kis futós szám, és fogunk egy picit erősíteni is a végén, hogy megmutassam, hogy nem csak ugrálni lehet, de erősíteni is lehet a trambulin segítségével. És akkor ez a sport gyakorlatilag kombinálja a zsírégetést, meg az erősítést, igen, is. Tehát ugye hogy egy ilyen széles... Maga az ugrálás, az főleg ugye kardió. Igen. Én viszont mindig szoktam bele, meg szerintem a legtöbb edző egy kis erősítést is közepébe és a végébe is. Azoknak is ajánlod, akik akár nagyobb túlsúlyjal rendelkeznek, mert hogy nyilván ízületkímélőbb egy ilyen ugrálós óra. Igen, abszolút. Tehát a túlsúly sem probléma. Pont amiatt, pont a trambulin kialakítása miatt, hogy tényleg abszolút ízületkímélő. Mind a zenék, mind az edzés dinamikája, mind a gyakorlatoknál figyelek arra, hogy kinek mi a cél, és kinek mi, ki mennyire terhelhető, és kinek milyen mozgásforma az, amit végre tud hajtani megfelelően. Akkor ez egy kicsit ilyen személyre szabottabb is. Valamennyire. Igen, igen. Mindig vannak ugye új vendégek, de azért van egy mag, akikkel pedig már úgy lehet egy kicsit jobban, erőteljesebben. Hány kalóriát fogok ma elégetni? Hát én szerintem úgy átlagban ilyen 800, amit egy óra alatt lehet égetni. Ez nyilván lehet több is, kevesebb, és attól függ, hogy ki mennyire hajtja meg, és ki mennyire teszi oda magát.
nagyon változatos. Szóval nem csak az van, hogy az ember így ugrálgat, először is nagyon komolyan kell rajta azért úgy. Tehát azt észleltem, hogy nem az volt, mint amit 12 évesen csináltam gyerekként otthon a kertben a trambulinon, hanem egy ilyen nagyon koordinált mozgás volt. És hát így fenék, meg derék, meg mindenre, fú, nagyon jó volt. Igen, hát ugye pont ez a lényege így a hagyományos trambulinnal ellentétben, hogy itt tényleg az a dinamikát azt visszafog, és relatíve ettől is nehéz ugye maga a mozgás. Hát nagyon szépen köszönöm, nagyon élvezetes edzés volt, és fú, nagyon elfáradtam. Hogyha ti is szeretnétek kipróbálni egy olyan sportot, amit tudtok élvezni is, és tudtok ugrálni benne, és nagyon el akartok fáradni, akkor ajánlom a World Jumpingot, és hogyha szeretnétek még ilyen videókat látni, akkor iratkozzatok fel, vagy kövessetek minket az Instán. Sziasztok! Sziasztok!